bronzérmes vagy a hazai rendezésű Európa bajnoksága. Milyen érzelmek kavarognak most benned? Köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok ilyen sorsolás után, hogy sikerült érmet nyerni. Tegnap előtt keltem, amikor már tudtam, hogy milyen sorsolás van, meg szoktam nézni, szóval én nem izgulok rá. Tök mindenkivel kezdek, ugyanúgy izgulok, szóval mindig megnézem egyből. És akkor aznap gondolkoztam, mondom, ha megismerem az első meccset Gigászi-ba, lehet kipukkanok a második Gigászira, de nem így volt, hál' Isten, azért magyarok híresek a kondiból, kiindulva híresek, és szóval kedden nem gondoltam volna, hogy éremért jutok, nem az, hogy elődöntőbe, de hogy még éremért se. Te bronzmeccsen nagyon bekezdtél, és aztán uraltad is ezt a mérkőzést, így volt felépítve a taktika? Igen, ismertem a bulgár lányt, bár versenyen még nem birkoztam vele, csak edzésen. Tudtam, hogy nem ügyes, csak erős, rakja a kart, csak nem jön lábra, nem is tudja védeni, csak 4-0-nál beakadt a lábam, és nagyon fájt a térdem. Mert ez volt a taktika, hogy bokára megyek oldalról szembe. A páros lábat ezt levédi, de a bokára nem. És így terveztem, hogy így nagyobb pont határa meg tudom verni, de 4-0-nál beakadt a lábam, amiben behúzta, és onnan nehezebb volt, és tudtam, hogy kartra kezé, úgy gondoltam, hogy leblokkolom karrakásba. Hogy érted meg azt a pillanatot, amikor lepörgött az óra, és itt a hazai közönség azért rendesen kiabált? Láttam még 44 másodperc, mondom, edzésem megy 10-3 perc küzdő pihenő nélkül, akkor 40 másodperc semmi. Mit jelent most neked ez a felnőttek között nyert bronzérem? Bemelyető teremben, amikor feljöttem a bronz meccsre, úgy gondoltam, hogy már nyertem egy EB-t idén 23-osok között, és ez így, szerintem ezért is nem izgultam tegnap, és ezért is birkoztam jól, így visszagondolva utólag, mert én sem értettem, hogy miért, és magabiztossá tett, és nekem önbizalom hiányom van birkózás szempontjából, és nagyon izgulós vagyok, és tegnap egyáltalán nem izgultam meg most se, és szerintem ezért, mert biztonságot adott. Akkor ez most önbizalom növelő is lehet, ez a hazai rendezés, jól sikerült Európa-ban. Igen, valóban. Óriásit hajráztál itt a bronzmeccsen, de sajnos későn találtál fogást a lengyel ellenfeleden. Hogy élted meg ezt a bronzmeccset? Hát örültem volna, hogyha van egy kis idő, és akkor talán meg is lett volna. De sajnos csak 6 perc van, és későn fáradtál. Ugye itt hazai közönség előtt küzdtél a bronzért. Milyen volt hazai közönség a család előtt birkozni? Nagyon jó volt, nagyon jó volt a hangulat. Nagyon jól éreztem magamat, hogy szurkolnak. Fantasztikus volt. Nyilván most még csalódott vagy a elszalasztott lehetőség miatt, de egy EB 5. hely, az azért nem hangzik rosszul. Hát igen, főleg úgy, hogy ez az első felnőtt világversenyem, úgyhogy dolgozunk tovább, és reméljük jobb lesz. Lehet erre alapozni, erre az eredményre a jövőben nézve?